gyalázatos és gyilkos támadás érte Európát, Párizs lakosságát, mindannyiunkat. Ami Párizsban történt, az történhetett volna Budapesten, Szegeden, Pécsen vagy Debrecenben. Párizs drámája és tragédiája a mi drámánk és a mi tragédiánk. Nem kétséges. Osztozunk az áldozatok hozzátartozóinak, barátjainak gyászában, Franciaország gyászában, Európa gyászában. Ami történt, az nyilvánvalóan a legszörnyűbb terrorcselekmény, az gyilkosság, amely elfogadhatatlan, nem magyarázható. Ezzel együtt azt gondolom, hogy Franciaország és Európa erős. Nem fogja magát engedni megfélemlíteni. Nem engedi meg, hogy mindaz, amire épített a rend, az pár eszeveszett, őrült támadása miatt semmivé legyen. Mindezekre a támadásokra a gyűlöletre, nem a gyűlölet a válasz. Védeni magunkat saját meggyőződésünk kiterjesztésével, képviseletével. Továbbra is hinni abban, hogy nem lehet támadni az embert, annak méltóságát, meggyőződését. Hogy nem lehet különbséget tenni csak azért, mert ki miben hisz. Hogy attól, hogy valaki gyilkol, nem gyilkol mindenki. Hogy nem a bűnben vagyunk közösek, hanem az ártatlanság, a jóság lehetőségében. Hogy bár rövid távon lehet, hogy a gyűlölet erősebb, mint a szeretet, de mégiscsak abban kell hinni. Ezt a támadást vissza kell verni, nem kétséges, meg kell magunkat védeni. De nem tehetjük tönkre magunkat egyszerre és mindenkorra. Meg kell mutatni, hogy Európa mégiscsak az fog maradni, ami volt eddig is. A szabadság, a tisztesség, az emberi becsület hazája. November 13-a az Európa szeptember 11-je lesz. A példa sajnos túlságosan is fájdalmasan figyelmeztető. Ahogy 2001. szeptember 11-je örök memento lesz az Amerikai Egyesült Államok történelmében és történetében, hogy onnantól kezdve bizonyos értelemben új időszámítás kezdődött. Azt hiszem, hogy a tegnapi éjszakával új időszámítás fog kezdődni Európában is. A kérdés, hogy jobbá válik Európa, vagy rosszabbá, hogy milyen tanulságokat fog levonni ebből a támadásból. Azt szeretném hinni, hogy Európa az emberi, az angyali, az isteni és nem az ördög hangjára fog hallgatni a támadás követő. Hogy képesek leszünk jobbá tenni, és nem a harag, a gyűlölet és a pusztulás földjévé változtatni ezt a világot. Azt javasoljuk a magyar kormánynak, hogy hirdessen nemzeti gyászt. Azt javasoljuk, hogy a középületekre tűzzék ki az Európai Unió a francia nemzet lobogóját és a gyász zászlaját. Azt javasoljuk, hogy a következő napokra függesszük fel a belpolitikai tevékenységünket, a csatározásokat. Mi valamennyi nyilvános szereplésünket, tüntetést, konferenciát, belpolitikai megszólalást a következő napokra ezennel lemondjuk. Azt javasoljuk, hogy a magyar parlament a jövő hét elején a gyászoló megemlékezésen, főhajtáson kívül semmilyen érdemi politikai döntést ne hozzon, vitát ne tartson.
Szükség van az elmélyülésre. Szükség van a nyugalomra. A megdöbbenés pillanatában, mert hát emberek vagyunk, hát talán hajlamosak is arra, hogy a gyűlöletre nagyon gyorsan magunk is haraggal válaszoljunk. De mintha mégsem ez lenne Európa igazi hangja, és talán a gyász pár napja lehetőséget teremt arra, hogy végiggondoljuk mindazt, hogy milyen világot szeretnénk teremteni. Azt kérjük honfitársainktól, hogy fejezzék ki gyászukat, fejezzék ki fájdalmukat, látogassák meg a francia nagykövetséget, vagy épp a francia kulturális intézetet, helyezzenek el gyertyát, mécsest. A demokratikus koalíció vezetői ma délután 5 órakor fogják ezt megtenni a francia nagykövetség előtt. Adjon nekünk a sors és a teremtő erőt, hogy emberek maradhassunk ezekben a legnehezebb órákban. Köszönöm.